Ez a Nyíregyházi Televízió híradója 2023. január 10-én este 7 órától. Kezdünk! Színház, folytatódik az évad, az új év bemutatóira készülnek. Konditerem, több mint 250 négyzetméteres területen a Nyíregyházi Egyetemen. Döntött a MOHOSZ, jelentős horgászjegy áremelés lesz idén. Híradó a Nyíregyházi Televízióban, jó estét kívánok! Január 12-én, vagyis ezen a héten csütörtökön utalják az idei év első 15%-kal megemelt nyugdíját, fogalmazott Szentkirályi Alexandra kormány szóvivő a kormány közösségi oldalára feltöltött videóban. A magyar kormány fontosnak tartja az idősek megbecsülését, így a jelenlegi intézkedés egy átlag nyugdíj esetében havi 27 000, éves szinten pedig 353 000 forintos emelést jelent, amely a 13. havi nyugdíjnál is érvényesül majd. A 15%-os emelés az idei évre becsült inflációt követi, és természetesen nem csak az öregségi nyugdíjakra, hanem a nyugdíjszerű ellátásokra is vonatkozik. A december 16-ai zárás után a Művész Stúdióban folytatódik a színházi évad. A terv szerint új és felújított darab, gyerekelőadás, zenés és verses összeállítások fogadják a közönséget. Gazdasági számítások szerint február utolsó hetében újra nyithat a színház, viszont júniusban még a Kőszínházban játszanak a művészek, hogy bepótolják a kényszerű bezárás miatt elmaradt előadásokat. Műsorra kerül a Frankenstein és a Kapjelhatuc, de nézőket fogad a Színházi Olimpia is. Szerdán a Kukucs, csütörtökön a Görbetükrök, szombaton a Móricz Zsigmond Színház művészeinek pótszilvesztere várja a közönséget a Művész Stúdióban, miután az energiaválság miatt december 16-án bezárt a Kőszínház. A Magyar Kultúra napja előtt tisztelek Pregitzer Fruzsina önálló estje, az Uram nem látta Magyarországot. Január végén aztán ismét műsorra kerül az új stílusgyakorlatok, majd egy zenés pódiumest Csernák Tiborral, Kovács Vecei Fannival és Gulyás Attilával. December utolsó napjai és január első napjai is azzal telnek, hogy a gazdasági vezetéssel, illetve a műszaki vezetéssel egyeztetünk, számolgatunk, hogy mi az, ami már egy olyan nyitási időpont, ahol a bevételeink meghaladják a kiadásainkat. És egy február második felét én már reálisnak tartok, tehát egy február 20 és 25 között valahol már elképzelhetőnek tartom, hogy kinyissuk a színházat. Természetesen ezt a városvezetéssel is egyeztetnünk kell, de én most már egyel optimistább vagyok, mint voltam 22. decemberében. Ahogy az igazgató fogalmaz, gőzerővel készülnek az új évad tervei. Karcsúbb esztendőre számíthatunk, és talán zenés bemutató sem lesz. Izgalmas viszont a futó évad folytatása. Az első bemutató a nyitás után a Frankenstein lesz, ami a bérlete is előadásaink között is szerepel. Ez egy kicsivel később, egy pár héttel később, mint ahogy eredetileg terveztük, de nem fogja megborítani az évadunkat. Majd terveink szerint bemutatjuk a Kapjelhatusz, az utolsó nagy színpadi bemutatót is. Ami nagy kérdés a kamara bemutatónál, az a Futótűz, illetve a gyerekelőadásoknál a Dudas Matyi, aminek a próba folyamata pont ebben a január-februári időszakban ment volna. A kamarát ugyan a Művész Stúdióban meg lehetett volna csinálni, de akkor a Frankensteinnek nem lett volna helye próbálni. Tehát döntenünk kellett a két előadás között, illetve a három előadás között, hogy melyiket próbáljuk be a Művész Stúdióban, és a nagyszínpadira esett a választás, úgyhogy a nagyszínpadi bemutatóink nem fognak így sérülni. A Színházi Olimpiához két darabbal kapcsolódik a Móricz Zsigmond Színház. A Szatmár Németi Társulat és a Román Nemzeti Színház Bukarestből kínált egy-egy előadást a májusi programra.
Júniusban aztán nyitva lesz a Kőszínház, hogy bepótolják a télen elmaradt estéket. Júliusban vendégelőadások kerülnek a szabadtéri színpadra, majd augusztusban saját sikerdarabokkal szerepelnek a nyíregyházi színészek. Műsoron lesz a Ma este megbukunk, az Pemelot és a Legény búcsú. Eljutott a hazai színházakhoz a Vidor versenyprogramjának felhívása, illetve az anyagi lehetőségek ismeretében készül majd a kossuthtéri nagykoncertek programja. A kormány 4,5 milliárd forinttal támogatja a kis hentes üzleteket, jelentette be közleményében Nagy István agrárminiszter. A tárcavezető arra hívta fel a figyelmet, hogy az orosz-ukrán háború és az elhibázott brüsszeli szankciók következtében kialakult energiaválság és a nehéz gazdasági viszonyok ellenére a kormány továbbra is elkötelezett a magyar vidék és a kis települések támogatása mellett. Az agrártárca tisztában van a kiskereskedelmet sújtó nehézségekkel. Nagy István kitért arra is, hogy az alapvető szolgáltatások mennyiségileg és minőségileg magasabb színvonalú hozzáférhetővé tétele nagyban növeli a kis települések népesség megtartó erejét. Ezek között is fontos szerepet játszik az élelmiszerekhez való hozzáférés. Ennek biztosítását szolgálja a mikrovállalkozásként működő hentes üzletek támogatása, amelynek segítségével sikerülhet megőrizni ezeket az üzleteket a jelenlegi gazdasági kihívások mellett is. Az összesen 4,5 milliárd forintnyi forrásra az évelején pályázhatnak majd az érintettek. A tárca tervei szerint több mint 1000 hentes üzlet részesülhet a boltonként, akár 3 millió forint támogatásban, hangsúlyozta a miniszter. Halált okozó testi sértés büntettével vádolja a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei főügyészség azt a férfit, aki az őt megviccelő sértettet úgy megütötte a fején, hogy az másnap a kórházban belehalt a sérüléseibe. A vádirat szerint az agresszióra egyébként hajlamos vádlott 2022. augusztus 10-én egy dohánybolt előtt sörözés közben azt ajánlotta a vádlottnak, hogy vesz neki egy fél deci pálinkát is, amit a vádlott elfogadott, majd a sértettől kapott pénzzel bement a dohányboltba. Ez alatt a sértett a vádlott őrizetlenül hagyott sörös dobozát magához vette, majd az azon lévő nyílást pillanatragasztóval tréfából bekente. A boltból visszatérő vádlott előbb megitte a pálinkáját, majd a sörös dobozt a szájához emelte, abba beleívott, de ragasztós lett a szája, és miközben törölgette magát, a körülötte állók kinevették. A vádlott rájött, hogy csak a sértett lehetett az, aki a tréfát űzte vele, ezért számon kérte, sőt a maradék sörrel le is locsolta. Néhány perc beszélgetés után a vádlott a mellette álló sértettet egy ízben ököllel a tarkóján megütötte, amitől a sértett hanyatt esett, a fejét pedig a talajba ütötte. Azonnal elveszítette az eszméletét, olyan súlyos sérülést szenvedett a koponyáján, hogy másnap a kórházban elhalálozott. Az ügyészség a vádiratban azt indítványozta, hogy a bíróság börtönbüntetésre ítélje a vádlottat és tiltsa el a közügyek gyakorlásától. Mintegy 250 négyzetméteren alakítottak ki egy több mint 30 géppel felszerelt konditermet a Nyíregyházi Egyetemen. A konditerem kialakítása a modellváltásnak köszönhető, amikor 2021-ben az intézmény belépett a modellváltásba, akkor a kuratórium részéről merült fel az ötlet és a támogatás is, amelyet mostanra sikerült megvalósítani. Mintegy 50 millió forintból alakították ki a Nyíregyházi Egyetem D épületének földszintjén azt a konditermet, amelyet egyelőre a hallgatók és a dolgozók használhatnak, de a tervek szerint később majd a városlakók előtt is megnyitnak. A modern eszközökkel felszerelt termet a rekreáció mellett az oktatáshoz is használni tudják majd. A konditeremnek a kialakítása alapvetően a modellváltásnak köszönhető, hiszen amikor 2021-ben az egyetem belépett a modellváltásba, akkor a kuratórum részéről merült fel ez az ötlet és a támogatás is egyúttal, hogy alakítsunk egy modern, korszerű, 21. század igényeket kielégítő konditermet, amit elsősorban nyilván az egyetemi polgárok számára szeretnénk elérhetővé tenni, de tervénk között szerepel az, hogy a közeljövőben akár a városlakók számára is megnyitjuk. Tehát a történet 2021-ben kezdődött, és mostanra jutottunk el odáig, hogy be tudtuk rendezni, és meg tudtuk venni azokat az eszközöket, amelyeket itt is láthatunk. Az edzőterem nem csak a hallgatók és dolgozók számára nyújt kikapcsolódási és sportolási lehetőséget, fontos szerepe lesz a későbbiekben az oktatásban is.
A Nyíregyházi Egyetem egészségfejlesztő egyetem. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy minél gazdagabb, minél választékosabb sportolási lehetőséget biztosítsunk az egyetemi polgároknak, nem csak a hallgatóknak, hanem a dolgozóknak is. Volt nekünk már korábban a Testnevelési Sporttudományi Intézetben egy edzőtermünk, de kinőttük. Egyre inkább növekszik a hallgatói létszám, ami nagyon örvendetes, és növekszik a külföldi hallgatóknak a létszáma, és nagyon nagy igény volt arra, hogy ez az edzőterem ilyen professzionális gépekkel létrejöjjön. Minden igényt kielégít, a 21. századnak megfelelő gépekről és teremről van szó, és én nagyon bízom abban, hogy egyre inkább még vonzóbbá teszi a Nyíregyházi Egyetemet a jelentkezők számára. Dr. Vajda Ildikó intézetigazgató hozzátette, az oktatásban is használni tudják majd a termet, számos olyan tantárgyuk van, amelynek keretében itt fogják megtartani a gyakorlati órákat. Ezen túl az általános testnevelés egy részét is letudhatják a hallgatók ebben az újonnan kialakított konditeremben. Jelentősen megemeli a jegyárakat 2023-tól a Magyar Országos Horgász Szövetség. Mindjárt jönnek a részletek, de előtte nézzük a nap további híreit. Nem tartott kellő követési távolságot egy kis teherautó vezetője a belvárosban kedreggel, és egy forgalmi okokból szinte álló autónak ütközött. Jelentős anyagi kár keletkezett a balesetben. Megtévesztette egy kanyarodó autó sofőrjét, hogy kinmaradt az irányjelzője egy egyenesen haladó autónak a Kálói úton, ezért elé kanyarodott egy telephelyről is összeütköztek. A helyszínen a rendőrség intézkedett, igen jelentős volt a fennakadás. Rengeteg kereszttáblát rongálnak meg a város területén, a Nyír-BV folyamatosan javítja ki ezeket. A teherautók könnyedén elhajlítják a táblákat, ezért kérik a járművezetőket, hogy tartsák be a kellő távolságot. Körültekintőben vezessenek a járművezetők a télies útviszonyoknak és az esős időjárásnak megfelelően. Az elmúlt napokban több baleset is történt abból kifolyólag, hogy megcsúsztak az autók a vizes burkolaton. A következő napokban is esős lesz az időjárás, főleg a jelzőlámpás csomópontoknál vezessenek óvatosabban a sofőrök. Jelentősen megemeli a jegyárakat 2023-tól a Magyar Országos Horgász Szövetség. A választmányi határozat szerint 20-30% közötti mértékben emelkedhetnek meg a napi jegyek árai és az egyéb adminisztratív költségek. A kiemelkedő emelés oka többek között az is, hogy a ponty ára egy év alatt 70%-kal emelkedett. Jelentős áremelés szavazott meg a Magyar Országos Horgász Szövetség választmánya 2022-ben a 2023-as évre. A közlemény szerint a MOHOZ haszonbérletébe tartozó vizek esetében kötelező érvénnyel, a többi horgászkezelési vízterületnél ajánlásként kereteket határoztak meg az adott díjak hallgazdálkodói jogkörében történő emelésére. Ez azt jelenti, hogy a felnőtteknél alapesetben maximum 30%-ot, a gyermekeknél 20%-ot emelkednek az árak. Szintén hasonló átlagosan 24%-os mértékben emelkednek majd a MOHOZ országos, a Dunai és Tiszai összevont területi jegyei is. Sajnos a horgászoknak azzal kell szembesülniük, hogy ettől az évtől a horgászengedély árai megdrágultak. Ez igaz az állami részre is, és a területi engedély részre is. Gondolom azoknak az eseményeknek a tükrében, amelyek 2021, illetve 22 évben történtek, ez valamilyen szinten mindenki számára belátható, bár én gondolom és meg is értem azt, hogy ennek a horgásztársadalom nem örül. Tehát először is van egy infláció Magyarországon, amit nekünk is le kell követnünk. Ugye gondoljunk akkor a minimálbér és a garantált bér minimum emelkedésére, amihez szintén ugye fel kell zárkóznunk a halőreink és a dolgozóink vonatkozásában, valamint azokra szerencsétlen nevezzük közgazdasági vagy gazdasági körülményeknek, amik egyáltalán magát a halászati vertikumot érintik. Például az, hogy kevés a víz, nagyon drága a takarmány, nagyon drága az üzemanyag, és akkor már helyben is vagyunk, és hát sajnos egy olyan mértékű áremelés kellett ezek miatt nekünk bevezetni ettől az évtől, ami így százalékosan soknak tűnhet.
A szervezet indoklása szerint a drasztikus emelésre többek között azért is volt szükség, mert a legfontosabb horgászhal egyben a fő telepítendő faj a ponty őszi beszerzési középára egy év alatt több mint 70%-kal emelkedett. A horgászati célú halgazdálkodás legfőbb költségeleme a haltelepítés, de emellett a halőrzés, a vízpartok fenntartási munkálatai, sőt a személyes jelenlétű horgászati okmányolás is ugyanúgy érintett a haltermelésnél már felsorolt fő költségnemek jelentős és elkerülhetetlen emelkedésében. Lassan 3 éve, hogy elhunyt Csitku Ernő. A legendás kosárlabdajátékos, illetve sportvezető emlékműve a Continental Arena parkjában található. Születésnapján egy lapidariszt követ helyeztek el a domborműnél, melyhez a telefont érintve többek között Csitku Ernő életútja is elérhető digitális formában. Lassan 3 éve annak, hogy Csitku Ernő váratlanul elhunyt, a korábbi válogatott kosárlabdázó, majd később sportvezető hétfőn lett volna 51 éves. Emlékét egy dombormű és egy kis park őrzi a Continental Arena bejáratánál. Nem telik el úgy hét valójában, hogy ne kerüljön szóba az ő neve, az ő munkássága. Igen, nekem is az irodám falán egy külön polc csak az ő emlékét őrzi a mai napig, és nagyon nehéz ilyenkor megszólalni, mert valóban egy hatalmas űrt kellett pótolnunk, ha lehet ilyet egyáltalán mondani. A Nyíregyházi Sportcentrum által állított emlékművön hétfőn elhelyeztek a Fiatalok Magyarország Jövőjéért Egyesülettel közösen egy lapidáris követ, mely a benne található NFC chip segítségével a Csitku Ernő emlékmű oldalra vezeti a megemlékezőt, a mellszobor látogatóit. A lapidáris kő a világhírű hollóházi porcelán manufaktúrában készült. Aki jártas ezekben a technológiákban, az már egyből fogja tudni, hogy hogyan kell kezelni. Hozzá közelítünk a készülékünkkel, és egyből az emlék oldalra fog minket elnavigálni, ahol először egy pár sor található maga a mellszoborról, és onnan különböző menüpontok segítségével Ernő élettörténete, sportpályafutása, fotók, videók, újságcikkek találhatók meg ezen az emlék oldalon. Az eseményen a város képviseletében dr. Úrik Attila vett részt. Az alpolgármester elmondta, Csitku Ernő igazi példakép a fiatalok számára. Nem csak 149-es magyar válogatott volt, hanem egy nagyon jó ember és egy nagyon jó sportvezető, aki ugye a sors kegyetlen fintora folytán még 50 éves korra előtt hunyt el. Én azt gondolom, hogy ő mindenféleképpen megérdemli azt, hogy a Nyíregyházán élők folyamatosan emlékezzenek rá, és a nevét fenntartsák. Ugye azt szokták mondani, hogy az ember addig él, amíg emlékeznek rá, és remélem őszintén, mint aki ismerte az Ernőt, hogy ez tényleg nagyon sokáig így is lesz. A megemlékezésen a Nyíregyházi Sportcentrum menedzsmentje koszorút helyezett el az emlékműnél. Híradónk végén nézzük főbb híreinket még egyszer, röviden. A december 16-ai zárás után a Művész Stúdióban folytatódik a színházi évad. A terv szerint új és felújított darab, gyerekelőadás, zenés és verses összeállítások fogadják a közönséget. Gazdasági számítások szerint február utolsó hetében újra nyithat a színház, viszont júniusban még a Kőszínházban játszanak a művészek, hogy bepótolják a kényszerű bezárás miatt elmaradt előadásokat. Műsorra kerül a Frankenstein és a Kapj el, ha tudsz, de nézőket fogad a Színházi Olimpia is. Mintegy 250 négyzetméteren alakítottak ki egy több mint 30 géppel felszerelt konditermet a Nyíregyházi Egyetemen. A konditerem kialakítása a modellváltásnak köszönhető. Amikor 2021-ben az intézmény belépett a modellváltásba, akkor a kuratórium részéről merült fel az ötlet és a támogatás is, amelyet mostanra sikerült megvalósítani. Jelentősen megemeli a jegyárakat 2023-tól a Magyar Országos Horgászszövetség. A választmányi határozat szerint 20-30% közötti mértékben emelkedhetnek meg a napi jegyek árai és az egyéb adminisztratív költségek. A kiemelkedő emelés oka többek között az is, hogy a pontjára egy év alatt 70%-kal emelkedett. A Nyíregyházi Televízió híradóját látták. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes estét kívánok, viszontlátásra!